Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. És a lelkeddel. Szeretett testvéreim, Húsvét harmadik vasárnapja van ezen az áldott napon, amikor folyamatosan Urunk föltámadásán örvendezünk. Szent misémet értetek, a hívekért ajánlom. Elhunyt Katalin édesanyáért ajánlom. Elhunyt Annáért. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkoron szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.
Istenünk, Te úgy akartad, hogy néped szüntelenül vigadozzék, mert visszaadtad lelke ifjúságát. Engedd, hogy akik most a fogadott fiúság dicsőségének örvendeznek, a biztos remény örömével várják a föltámadás napját, ami Úrunk Jézus Krisztus a Te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Pünkösd napján Péter a 11 kíséretében előlépett, és hangos szóval így beszélt. Zsidó férfiak és Jeruzsálem egész népe, figyeljetek és hallgassátok meg szavamat. Izraelita férfiak, fontoljátok meg e dolgokat. A názáreti Jézust az Isten igazolta előttetek, amikor, mint tudjátok, általa hatalmas csodákat és jeleket vitt végbe köztetek. Ezt az embert ti az Isten előre elhatározott terve szerint kiszolgáltattátok, és gonosz kezek által keresztre feszítettétek, majd megöltétek. Isten azonban feloldotta a halál bilincseit és feltámasztotta őt. Lehetetlen is volt, hogy a halál fogva tartsa, hiszen Dávid így jövendölt róla, szemem előtt az Úr mindenkoron, ő áll jobbomon, meg nem inoghatok. Örvend a szívem, az ajkam énekel, és testem is békében nyugszik el. Lelkemet a holtakonába nem hagyod, hogy szented romlást lásson, nem akarod. Az élet útját mutatod meg nekem, színed előtt örülni gyönyörűségem. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Szentecke Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, szent félelemmel éljetek földi zarándoklástok idején, ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítélkezik kinek-kinek tettei szerint. Hiszen tudjátok jól, hogy nem veszendő ezüstön vagy aranyon váltottak meg titeket, az atyáitok által rátok hagyott, értéktelen életformától,
hanem Krisztusnak, a hibátlan és szeplőtelen báránynak drága vére árán. Őt Isten előre kiválasztotta már a világ teremtése előtt, de csak az utolsó időkben jelent meg miattatok. Általa hisztek Istenben, aki feltámasztott őt a halottak közül, és megdicsőítette, hogy higgyetek és reméljetek Istenben. Ez az Isten igéje. Isten megtegyed rámra. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Húsvét vasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmaus nevű faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 stádiumra, 2-3 óra járásnyira fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus közeledett feléjük, és hozzájuk szegődött. Ők azonban nem ismerték meg őt, mert látásukban akadályozva voltak. Jézus megkérdezte őket, milyen dolgokról beszélgettetek egymással útközben. Erre szomorúan megálltak, és egyikük, akit Kleofásnak hívtak, ezt válaszolta neki. Te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban. Ő megkérdezte, miért, mi történt. Azok ezt felelték, a názáreti Jézus esete, aki szóban és tettben nagy hatású próféta volt Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és előjáróink kiszolgáltatták őt, hogy halálra ítéljék és keresztre feszítsék. Pedig mi azt reméltük, hogy ő váltja meg Izraelt. Azóta, hogy ezek történtek, már 3 nap telt el, és néhány hozzánk tartozó asszony megzavart bennünket. Hajnalban a sírnál voltak, de nem találták ott a holttestét. Azzal a hírrel tértek vissza, hogy angyalok jelentek meg nekik, akik azt állították, hogy él. Közülünk néhányan el is mentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogyan az asszonyok mondták. Őt magát azonban nem látták. Jézus erre így szólt, ó, ti oktalanok, késedelmes szívűek! Képtelenek vagytok hinni abban, amit a próféták jövendőltek. Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe. Aztán Mózesen kezdve valamennyi prófétából megmagyarázta, ami az írásokban őróla szól. Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok marasztalták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, és lemenőben már a nap. Betért tehát, hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és oda nyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük és fölismerték, de ő eltűnt előlük. Akkor azt mondták egymásnak, ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az írásokat.
míg abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybegyűlve találták a 11-et és társaikat. Azok ezzel fogadták őket, valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel Jézust a kenyértörésben. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Jézus! Kedves testvérek, a mostani szentírási részekben előttünk vannak az Emmauszi tanítványok és Szent Péter apostol is. Az Emmauszi tanítványok, akik találkoztak a feltámadottal, és Péter apostol is a mostani szentírási részekben úgy, mint aki tanít, illetve hirdeti Krisztus feltámadását. Az Emmauszi tanítványok esete igen érdekes, mert mondhatjuk azt, hogy bizonyos szempontból ők voltak Jézus halála és feltámadása után egyszerre a legtöbbet Jézussal, és mégis a legkevesebbet is. A legtöbbet, hiszen, ahogy hallhattuk is az evangéliumban, egy 7-3 órás út közben csatlakozott hozzájuk Jézus, tehát hogyha azt nézzük, hogy csak a felénél csatlakozott, akkor is egy másfél órát együtt voltak vele, és utána, amikor odaértek Emmauszba, akkor is valószínűleg a vacsorát is elő kellett készíteni, és még ott is beszélgettek vele, és ilyen szempontból azért igen sokat voltak együtt a feltámadott Úrral, és mégis bizonyos értelemben a legkevesebbet, hiszen éppen akkor, amikor felismerték őt a kenyértörésben, akkor eltűnt a szemük elől, és csak utólag vették észre, hogy egész idő alatt Jézus volt velük. És biztos nagyon sokszor vagyunk mi is így, hogy nem ismerjük fel azt, hogy velünk van az Úr, pedig ott van mellettünk, ott járja velünk a mi utunkat is, és lehet, hogy csak utólag vesszük észre, hogy jé, tényleg ott volt velünk, és mi észre se vettük, és lehet, hogy csak azt vesszük észre, amit az Emmauszi tanítványok is kifejeztek, hogy és lángolt a szívünk, amikor velünk volt. De hogyha ezeket is észrevesszük, akkor jó hálát is adni, hogy lehet, hogy akkor nem vettem észre, de köszönöm, Uram, hogy velem voltál, és kérlek segíts, hogy a legközelebbiekben, hogyha ilyen lesz, akkor lehetőleg hamarabb észrevegyelek. És azt is érdemes megnézni, hogy miért nem ismerték fel Jézust az Emmauszi tanítványok, hiszen ezzel többször találkozunk, Mária Magdolna se ismerte föl először Jézust, azért, mert szomorkodott. Az Emmauszi tanítványoknál megmondhatjuk azt, hogy nagyon a múltba voltak ragadva, és nem csak a múltba, hanem a saját elképzeléseikbe is, azt, hogy ők mit vártak el Jézustól, és nem arra figyeltek, hogy Jézus mit mondott meg, hogy hogyan hirdette ő az Isten igéjét, hanem a saját elvárásaikat tartották szemük előtt, és azt hallották meg, amit ők meg akartak hallani, hogy Jézus a messiás, és ő az, aki majd meg fogja őket szabadítani. És ebben ragadtak, és Jézus a szemükre is veti, hogy oktalanok és késedelmes szívűek, miért nem ismerték fel, hiszen azért mondott előre a haláláról és a feltámadásáról is dolgokat, és az írásokból is, ahogy az útközben kifejtette nekik, föl lehetett volna ismerni őt. És mégis, amikor Jézus így megmagyarázta nekik, hogy ennek kellett történnie, még akkor se ismerték föl Jézust. Akkor is, amikor odaértek a házukhoz, akkor Jézus tovább akart menni, úgy tett, mintha tovább akarna menni, és ők behívták, hogy gyere, ne menjél tovább, azért már késő van, legyél itt velünk, és vagy maradj velünk, holnap indulj tovább. Ezután, miután behívták, majd fölismerték, kellett ez az apró gesztus is, a másik felé való odafigyelés, hogy késő van, ez a szeretetnek a gesztusa, Jézus ott maradt, és a kenyértörésben fölismerték, ekkor már megszületett bennük is a hit. És miután megszületett bennük, akkor rögtön ettől az örömtől eltelve indultak vissza Jeruzsálembe az apostolokhoz,
nem törődve azzal, hogy már késő van, valószínűleg ők is nagyon máshogy tervezték az estét, esetleg már indultak volna lefeküdni is, hanem ezt az örömhírt akarták továbbadni, hogy tényleg valóban föltámadt az Úr, és megtették újra ezt a 2-3 órás utat, most már visszafele Jeruzsálembe, hogy hirdessék Krisztus feltámadását. És ez az, amit Péterrel kapcsolatban is hallhattunk most a szentírási részekben, hogy ő is hirdette Krisztus feltámadását, méghozzá nem is akárhogyan, hiszen az a Péter, aki nagypénteken megtagadta Jézust, nem volt elég ereje ahhoz, hogy kiálljon Jézus mellett pünköstkor, amikor már megkapta a Szent Lelket, akkor nem is túl finoman hirdeti a hallgatóságnak Krisztus feltámadását, nem csak a csodákat sorolja fel, meg azt, hogy érdemes nekik is követni Jézust, hanem a szemükre is veti, hogy ti voltatok azok, akik Jézust kiszolgáltattátok, igaz, hogy az Isten előre kigondolt terve szerint, de mégis ebből származott tulajdonképpen Krisztus értünk vállalt megváltó szenvedése, és ti is hozzá tudtok térni, őt tudjátok követni, és ebben a beszédében, amit az olvasmányban hallhattunk most, ebben tulajdonképpen Krisztus feltámadásának a tényét védi. Azt, hogy Krisztus feltámadt, és erről tájékoztatja a hallgatóit, hogy ez valóban megtörtént, és az írásokra is hivatkozik, míg a Szentleckében, amit hallhattunk tőle az első leveléből, abban pedig nem annyira a tényre helyezi a hangsúlyt, hanem inkább az értékére, hogy Jézus így váltott meg minket, nem aranyon vagy ezüstön, úgy nem is lehetne kifejezni azt az értéket, amit Jézus így a megváltással adott nekünk, hogy megszabadított a bűneinktől, és lehetőséget adott arra, hogy Istenhez közeledjünk, és hozzá kapcsolódjunk, meg majd halálunk után vele legyünk egy boldog, örök életen keresztül. És mondhatjuk azt, hogy mi is hasonlók vagyunk az Emmauszi tanítványokhoz, hiszen mi is igyekszünk követni Krisztust, igyekszünk odafigyelni rá, de azért mi is találkozunk nehézségekkel. Biztos van, hogy mi is néha úgy figyelünk a Krisztus tanítására, hogy arra figyelünk, amit meg szeretnénk hallani, néhány dolog meg elmegy a fülünk mellett, de ugyanakkor mi is vagyunk úgy, hogy nem vesszük észre azt, hogy Isten itt van mellettünk, velünk együtt járja az utunkat, és segít minket. De ugyanakkor jó azt is látni, hogy tényleg itt van mellettünk, segít minket, és tulajdonképpen az Emmauszi tanítványok útját járjuk végig minden szentmisén is, hiszen a szentmise elején is az ige liturgiában hallgatjuk Isten hozzánk szóló igéjét, amit Krisztus is magyarázott nekik az úton, és utána az eukarisztiában mi is fölismerjük Jézust a kenyértöréskor, hiszen hisszük, hogy velünk van az oltári szentségben valóságosan, és bátran kérhetjük mi is az Emmauszi tanítványok példájából, hogy ismerjük fel minél inkább az Istent, aki velünk együtt járja az életünk útjait, segít minket, és ezért legyünk hálásak, és tényleg kérjük az ő segítő kegyelmét, hogy ne csak a mi erőnkből igyekezzünk, hiszen azt láthatjuk, hogy az Emmauszi tanítványok is, amikor még nem magyarázta meg Jézus, meg nem ismerték fel, csak a saját elgondolásaik szerint igyekeztek odafigyelni, akkor azért nem túl sok mindenre jutottak, viszont Isten segítségével sokkal többre mondhatjuk azt, hogy bizonyos értelemben elérték a teljességet, hiszen megértették Isten üzenetét úgy, ahogy tudták, és ez alapján rendezték be az életüket. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt,
Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett, értünk emberekért, ami üdvösségünkért leszálladt a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Tűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kína halált szenvedett és eltemették. Fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, s akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent és apostoli anya szent egyházban, egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Kérjük testvéreim mennyei Atyánkat, hogy szent félelemmel éljük földi vándorlásunk idejét, és Krisztussal együtt mi is feltámadjunk. Hogy Ferenc pápa, a püspökök és a papság biztosan vezessék Isten népét az örök hazafelé vezető úton. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy Isten népe mindig felismerje a földi élet útjain köztünk járó Krisztust. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy a népek vezetői a helyes útra irányítsák a rájuk bízottakat. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy tévejgő embertársaink rátaláljanak a feléd vezető útra. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy életünk estéjén Krisztus velünk maradjon, és megadja nekünk a boldogító Istenlátás kegyelmét. Kérünk téged, hallgass meg minket! Mindenható örök Isten, te ismered minden lépésünket, segíts kegyelmeddel, hogy el ne tévedjünk a földi élet zarándok útján, hanem szent fiat társaságában biztosan eljussunk hozzád, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Kérünk Istenünk, fogadd el ezeket az adományokat újjongó egyházattól, amelynek most így nagy örömet okoztál, add, hogy egykor az örök boldogságot is élvezze Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veled.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de most a szent húsvéti időben kivált képpen, midőn Krisztusra tértünk a húsvéti áldozat, mert odaadta érettünk életét, a régi áldozatok helyett kereszt halála lett a tökéletes áldozat, s üdvösségünkért felajánlva neked önmagát, ő lett a főpap, az oltár és az áldozat. Ezért az angyalokkal és a szentekkel együtt dicsőítünk téged, és hangos szóval énekeljük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt, vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, ezért tehát fialálának és föltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testével és vérével részesülünk. Viseld szívedet, Urunk,
egyházat sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkban, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtte, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőjükbe magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Minden tisztelet és dicsőség mindörökön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert támadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek, ezért kérjük, Urunk, te, aki legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézed, hanem egy házat, hitét, s őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a veletek. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Thank you.
Íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. Kedves testvéreim, hogy a szent áldozás kegyelmeit méltóképpen fogadhassuk, mondjuk el a lelki áldozás imáját. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Magamhoz ölellek, mintha már ott lennél, és teljesen egyesítem magamat veled. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, tekints jóságosan népedre, s akiket örök életre szóló szentségeiddel megújítottál, juttasd el azokat a megdicsőülő test romolhatatlan föltámadására, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Mennyei Atyánk, minden élet forrása,
küldd el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és az eucharisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Amen. Szeretettel közdöm a kedves testvérekkel, hogy a héten pénteken, május 1-én Szent József a munkás ünnepe lesz. Reggel 7 órakor ünnepi szentmisét mondunk az ő tiszteletére. Ezen a napon este 7:30-kor lesz az első, majd május minden napján, hétköznap, vasárnap, este 7:30-kor májusi litánia a szűzanya tiszteletére. A reggeli misét a Bonum TV közvetíti, épp ugye a Facebook oldalon is követhető, viszont az esti litánia a Bazilika Facebook oldalán követhető. Május 2-án szombaton 10 órakor mindszenti emlékmisét mutat be Erdő Péter bíboros úr a Mária kápolnában, amelyet ugyancsak a Bonum TV közvetít. Mához egy hétre, húsvét 4. vasárnapja a Jó Pásztor ünnepe lesz. Világszerte papi hivatásokért imádkozunk, de ne feledkezzünk meg most szolgáló papjainkról sem. Ugyancsak a jövő vasárnap, mert május 1. vasárnapja, szeretettel köszöntjük az édesanyákat. Kérjük az Urat, imádkozzunk is értük, hogy áldja meg az édesanyákat, hogy szent hivatásuknak az ő elvárása szerint tudjanak megfelelni. De imádkozzunk az elhunyt édesanyákért is. Az Úr legyen veletek! Legyen áldott az Úr neve, segítségünk az Úr nevében, aki az ég és a földet hallotta, s áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A szent mise véget ér, menjetek békében. Istennek legyen.